Na, sziasztok! Azt hiszem sikerült kiderítenem, hogy merre tovább. De ideig privátban nézegettem a csimreket, és miután sok nem megfelelő helyen kötöttem ki, végül sikerült úgy tűnik a megfelelő utat megtalálni. Itt lényeg, hogy csak így le kell pottyanni. És a negyedik kar az itt van bent. Csak eddig nem vettem észre, nem láttam a fától az erdőt. Itt kimászunk a vízből, fel a létrán, és mi ugye leengedtük a... a harmadik hidat. Ami... ez volt. Itt most ezt fel tudjuk szedni. Ezt most fel tudjuk szedni, megkaptuk Siegel von Anubis pecsétje. És erre, lényeg, hogy erre kell menni, ide be. Én eddig azt hittem, hogy már itt is voltunk. Esküszöm, azt hittem, hogy itt is voltunk. De nem valószínű. Úgyhogy itt most mentek is egyet. Csak eddig jöttem el, tehát nem mentem tovább, amit láttam, hogy mondom, ezenél a csapdáknál még nem voltunk. Mondom, akkor ez lesz. Ez lesz a negyedik irány. És mentési pont. Na, és... aha, hát igen. Igen, ez egy új terem. Most az egyszer azt mondom, hogy végre. De csak azért, mert így legalább haladunk. Háhá! Nézd, kik vannak len! Vendégek! Nem tudom, hogy innen ki tudom-e őket vajon nyírni, de úgy tűnik, hogy... úgy tűnik, hogy igen. Ja, hogy ezek hárman voltak. Ja. Hát ez fasza. Négyen. Meghalt mindegyik? Na, nagyon helyes, nagyon-nagyon helyes. Ennek örömére. Ja, most nincs újra checkpoint, kár. Csak azért kár, mert ha meghalok, akkor megint ki kell őket nyírjam. Na, most én megint elemeznem kell, hogy itt merre tudok tovább menni. Azon keresztül onnan talán át tudok ugrani oda, onnan oda, és onnan oda? Megpróbálom. Zuty! Te szentséges Szűz Máriám! Ha! Hát ez... én vissza akarom lökni azt a kapcsolót. Én nem akarom ezt. Hogy a sínen keresztül, ahol halad a penge, azon keresztül tudunk végig csimpaszkodni? Talán. Igen, szerintem itt az lesz.
Biztos vagyok benne, hogy itt ez lesz a móka. Csupa móka és kacagás. Menj innen! Menj már innen! De ne! De akkor... He? Ja, hogy... Aha! Ja, nem a sinen. Jó, nem a sinen. Tudnám, hogy miért kellett elindítani ezeket a vaszkokat. Nyomás! Engedd el! Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem... Ne! Megint ez a végtelenül ostoba és végtelenül botrányos kamerakezelés miatt kaptam egy pofont ettől a... Azért utálom az ilyen szűk tereket, mert egyszerűen nem lehet ott harcolni. Nem lehet. És az adrenalin múlva sem lehet használni, most láttátok. Menj innen! Ki fog akasztani ez a pálya? Én már látom előre. Olyan rage lesz ebből. Mi ez a kis lyuk? Nem tetszik? Azt sem tetszik. Aha. Mi? Igen, itt át tudok menni. Eddig oké. Okay. Sotit nem tudom felvenni, miért is tudnám. Nekem fel kell menni egyáltalán? Mármint ott ugye át tudnék menni onnan oda, vagy innen oda? És az miért jó? Vagy pedig szimplán csak le kell menni. Nem tudom, melyik a helyes irány. És oda fel, hogy megyek? Hát nem így. Majd lehetne oda följutni. Szerintem nem is kell oda följutni. Elindulok lefelé, és ha nem arra kell menni, az majd akkor kiderül. Megpróbálok elindulni lefelé. Aha. Most az egyszer nem fölfelé kell menni, hanem lefelé. Legalábbis nagyon remélem. Aztán lehet, hogy még vissza kell ám jönni. Sőt. Ahogy nézem a pár... Igen. Szerintem itt majd vissza kell majd jönni. Most egyszer jussak le. Valahogy. Ja, valahogy le kéne jutni, igen. Csak nem tudom, hogy hogyan. Itt ez az izé alattam, és ez szét fog vagdosni. Ráadásul ez nem megy sem erre. Ez itt fixen pörög. Akkor hogy a túróba menjek itt le? A háken túl messze van. Próbáljam meg. Így. Aha. De nem kapta el a szegélyt. Lárának el kellett volna kapnia a szélét. Aj. De jó, hogy... Áj, Istenem. Áj. Most viszont akkor meg tudjuk próbálni. Ja, hogy ez addig itt nem jön ki. Jaj, értem. Tehát ezt mindenképp le kell húzni, különben nem jutunk oda át. Aha. Aha.
Kapjam már vissza az irányítást! Tűnj innen! Jó, akkor... majd ha eljutottam megint oda, akkor onnan folytatjuk. Itt csinálok egy vágást, hogy ne kell még egyszer végignéznetek a szenvedésemet, jó? Na, sikerült ide eljutom, és most érdekes módon ezúttal erre elkapta a szegélyt. Úgyhogy itt vagyunk most. Szerencsére ez a penge alul ez épp hogy nem ér el, éppen hogy csak nem ér el, úgyhogy már csak ezt a kettőt kéne valahogy kikerülni, de persze ezek pont felváltva mennek. Aha. Nem tudom, hogy lehetne ezeket kikerülni. Ja, és igen, mivel ugye vissza kellett tölteni, ezért azok a dögök ismét ott vannak lenn. Jézusom, hányan vagytok? Áj! Nem tudom őket lelőni, mert túlságosan odaértek a falhoz. Hát ez csodálatos. Ez egyszerűen remek. És itt most itt hogyan kéne itt haladni? Ezek egészen ide jön? Igen. Ahogy mozgok. Jézus atyú úristen. Elkapott a szívrom. Igen. Egy megvan. Van itt még egy. Igen, ott van. Látlak. Megvagy. Na, most ugyan lejutottunk. Attól tartok, hogy nem ide kellett lejön, nem kellett volna lejönni. Mert itt lenni nincs semmi. Ha csak. Ó, de hogy is nincs. Nagyon jó, és itt lesz a negyedik kar. Köszi. Ez nagyon kedves. Ezt sose tudok átjutni, tehát. Most következik. Hogyan hallj meg egy milliószor a Tomb Raider Anniversary című epizódunk? Hát ez valami fantasztikó. Ez egyszerűen fantasztikó. Ugorj! Te szerencsétlen! Igen, és itt most hogy megyek föl? Mert ez engem le fog darálni. Nem fog. Ajánlom, hogy nyíljon ki ezeket, recit. És nem nyílik ki. Nincs igazság a földön. Nincs. Ez így... Ez nem igazság. Persze, meg menjek is vissza, miért is nem? De semmiség, hát ugyan már.
Visszamennék, hogyha nem lenne tele a játék ilyen clipping glitch-el. Kicsit akkor könnyebb lenne! Tehát. Valakinek valami ötlete, hogy hogy kell azok ráugrani, hogy ne essen így le? Mit csinálok rosszul? Na, itt a következő feladvány a nézőknek. Mit csinálok rosszul? Na? Tudom én már mi van itt. Tudom már mi van itt. Na! Hát így! Nem? Vagy... Van még egy ötletem? Aha, ez innen. Aha. Itt sem jó, tehát... Az a helyzet, srácok, hogy én már nem számolom a halálok számát. Mondanám, hogy 15., 20., 30., 50., ezredik halál, ezredik próbálkozás, de... Aha! Világos. Értem, én csak mégsem, tehát... Nem értem, hogy most miért sikerült ott maradni, de ugye... Aha! Hát persze. Hogy is kéne akkor visszamenni? Persze, amikor figyelek az időzítésre, falakat figyelembe veszem, akkor Lara persze nem állapodik meg azon a kis platformon. Tessék. Nem, amikor egyszer sikerül továbbugrani, akkor elveszti az egyensúlyát, és évekig tart, mire visszanyer, és addig összezúz a fal. Tehát... Itt a balansz az olyan szinten rossz, tehát tessék. Egyszerűen szerintem ez ezred másodpercre ki van számolva, hogy ezt hogy kell csinálnod. Nem tudok mást elképzelni. Na, hát tessék, na, itt van. Hát most akkor erre mit mondjak? Mire tovább tudnék ugrani, ott terem a fal, vagy pedig összezúz. Hogyha ott az elsőnél egy kicsit várok, akkor az zúz össze. Akkor most itt mi van? Na, tessék! Hát pont akkor jön elém. Hát akkor most mit csináljak? Várjak itt fél órát? Vagy attól nem jutunk előrébb. Na, tessék! Egy kicsit várok, míg a másik fal visszamegy, akkor nem. Na, azt szerintem nem foglak titeken tuntatni, mert itt még szerintem milliószor, a szószoros értem, hogy milliószor fogok próbálkozni, mert egyszerűen itt átjutni egyszerűen olyan szinten lehetetlen. Vagy nem. Még ez is, hát persze, hát hogyne, és checkpoint véletlen se legyen. Jézusom! És most van checkpoint. Atya úristen. Srácok, ez egy igazi vérbeli rage game. Ez egy rage játék, basszus.
legnyugodtabb emberekből is kihozza a legalattomosabb énjét. Mi van? És most persze, hogy vissza kell jutni. Mondtam én, hogy vissza kell jutni. Nem erre. Már értem, hogy annól néhány évvel ezelőtt miért nem akartam többször végigvinni ezt a játékot. Mivel, nem annyira rajongok, érte? Az első fele az úgy tök jó, az első két-három pálya. Görögország még, hát az még úgy, ahogy, de ez az Egyiptom, ez egy totális katasztrófa tényleg. Ez egy totális katasztrófa. Aha. És itt most megint át kéne jut. Itt volt mentési pont, ugye? Jó. Na, megint kezdődik az Ezer halál című műsorunk. Szépen áslisszanunk, ezek nem problémák. Így né. Ez az. És... Ah, megvan a Osiris Scarabeusa. Ó, és kinyílt a víz alatti rács. Igen. Akkor még régebben... Mégiscsak jól gondoltam, hogy itt kell összeszedni a négy kulcsot. Oké. Akkor ez megmagyarázza a korábbi értetlenkedésemet. De most hol a... Ja? Remélem, mert halacska! Ez nem egy harcsa. Jaj. Gyógyszer. És egy... A töltény szerintem megint nem tudjuk majd felvenni. Most visszajöttünk Camun templomába. Igen. Ne, fel tudjuk szedni. És itt most... Merre is van az arra? Nem tudom, hogy jó irányba megyek el, majd mindjárt kiderül. Szerintem jó irányba megyek, itt fény van. Igen, jó irányba megyek. Mi? Szevasz! Azt hitte, csak azt hitte, hogy úgy van az, de nem úgy van az. Fatality. Na, kérem szépen, akkor helyezzük be a négy kulcsot. Ide kell. Nem. Ó. Oh. Akkor ide a... Ide az a tojás kell. Ez. Ezt is nekünk kell kiválasztjuk, mert ugye a régi core design érákban úgy volt, amikor ilyen... slotnál nyomtad az aktivást, akkor automatikusan a játék a megfelelő tárgyat... választotta ki az inventoriból. Itt viszont nekünk kell kikeresni a megfelelőt. Ide kell az a fura alakú, ez.
Órus szeme, ide az ank. És végül a negyedik, Scarabeus. Szezám, tárulj! Ja igen! Obelisk von Camun! Siker! Siker, siker, siker! Mély meglepő, millió elhalálozás után nem oldottunk fel semmit. Nincs ebben semmi meglepő. Igen, erre rá, így van! És akkor... Ez nyílt ki, ugye? Igen. Van itt valaki? Ha, hogy ne lenne? Hotototototot! Pedig ugrottam. Csak ugye újra kell tölteni a shotit. Most oda föl kéne jussak. Oda föl kéne jussak. És hogyan? Állj, itt megint van... Ó, oh, állj, ez megint egy puzzle lesz. Ez megint egy puzzle feladvány. Azt mondja, hogy itt van egy ilyen... De ez csak három kép, itt meg négy oszlop... Itt meg négy oszlop van. Oké. Okay. Na most akkor... Nem tudom, mi ezeket hogy kéne forgatni. Mi? 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 Ezek nem egymástól függetlenül forognak? Mi a fene? Az is forog? Árulás. Ja, a megvilágosodás pillanata. Bing! Villanykörte kigyúlt a fejem fölött. Aha! Érteni. Tehát annak a két képnek kell itt egymással szembenéznie. Jó. Na. Nem. Igen. Ja, hogy az is forog. Ez viszont egy jó nagy szemétségem. Az most nem forog, az jó. Elvileg ez itt most oké. Az is oké. És ha ezt forgatom, akkor melyik fog forogni? Mind a három? De miért? És ha... Akkor ez a kettő. Aha. Hát ez érdekes. Így viszont, húha! Lehet, hogy csinálok egy vágást, mert szerintem ez egy órát, hogy most tuti, hogy el fogok ezzel pöcsölni. Ez ki kell agyalni, hogy akkor melyiket hogyan kell forgatni, mert nem mindegy. És nem szeretném ezzel húzni az időtöket, úgyhogy itt csinálok egy vágást, jó?
Na, sikerült. Hosszú, hosszú kínszenvedés volt. Sok-sok percen át tekergettem ezeket össze-vissza. Fogalmam sincs hogyan, tényleg nem tudom, de egyszer csak sikerült. Valahogy... És tényleg működött ez a teória, mert... Csak így össze-vissza tekergettem, az egyszer csak összejött. Végre. Végtelen undorító egy pezefeldvány, mert egyet tekersz, akkor az hármat mozgat, és szerintem ez nagyon-nagyon undorító. De számomra ez... Fú... Nincsenek rá szavak, hogy mennyire. Ha hiányoztak a csapdák! Hát nem tudtam, mi hiányzik az életemből. Persze, hogy a csapdák. Aha. Na tehát, akarom mondani, hiányoztak a csapdák. Hiányoztak a csapdák. Na, igen. Hát ezt nem így tervezte. Ja. Jó, oké. Hátra kellett volna ugrani. Hoppá! Hoppácska! Nem tudom már most megint mit művel. Egyszer elkapja, egyszer nem. Éppen ami ennyi van. Hogy erre, jó. Mentési pont. Micsoda? Te jó Isten, itt a Sphinx! Mondta, mögött vagyunk. Úristen, hát ez megint egy ilyen hosszabb etapú valami lesz. Nem tudok odaugrani, remek. Úgyhogy szerintem ezt inkább a következő részben fogjuk megnézni. Mert ebben a részben ez garantáltan nem férne bele. Hát ez megint csak hosszúkás lesz. Főleg az én zseniális tudásommal ötvözve. Lehet, hogy ezt a pályarészt is még két fele fogom szedni, amilyen ügyes vagyok. Na, ha tetszett a rész, nyomj a lájkot, és innen folytatjuk a legközelebb. És mielőtt elbúcsúzok, még itt nyomok egy mentést, biztosan, biztos. Inni, és tartsam legközelebb. Minden folytatjuk, tehát... Nem tudom, milyen pályán vagyunk, valahol a Sphinxen, de köszönöm a figyelmet. Na, sziasztok!